One, two, and change the place. One, two, change the place. Egymás melegebb éghajlatra, akkor elmondhatjuk azt, hogy ez a találkozó jól el lett bütülve. Természetesen a bütű szónak más jelentései is vannak. Például, hogyha egy embernek, vagy inkább nőnek óriási nagy az a testrésze, amire leül, azt mondjuk, hogy nagy a bütája. Hogyha egy fiatal lányról van szó, hogy a férfiak úton útféle utána néznek, akkor azt mondjuk, hogy jó a bütája. Minden szólásnak, kifejezésnek, szólásmondásnak, idegen eredetű szóval, frazeológiai kapcsolatnak két-három értelme van, az mindig a szövegből derül ki nálunk, hogy melyik értelmet használjuk. Na most mi is lényegében a szólás? A szólás az nem összetett szó, hanem minimum, legkevesebb két szónak az állandó helye, de olyan is lehet, hogy többszörösen összetett mondat, amin a beszélő nem változtathat. Hát gondolom, hogy ez egy politikailag mentes övezet, nem politizálok, de a Székelyföldön sokszor elhangzik az, hogy érthető, hogy a Székelyföldhöz csatolták egész Erdélyt, de hogy Romániát, az már a székelynek is hajmeresztő dolog. Nos, akkor itt van a legelső, ami félreérthető, hogy nemes ember. Na most mindenki tudja azt, hogy a nemes ember ki volt a történelmi Magyarországon, de hogyha én azt úgy mondom, hogy nemes ember, az es jelen esetben a magyar megfelelője az is, vagyis nem is ember. A nem is ember az a fajta ember, aki nem ér annyit, mint a kutyahajtó fa.
ugyanez a pillanat, csak eddig a hely. Jobb, szök, szök. Gyere. Mert ez ugyanaz a figura, amit oldalazóval csináltunk, csak szembe indultam. Jobb, alá, belő, súly, nincs rajta. Egy, két, egy, két, hopp, hopp, kereszt, állj. Egy, két, há, és. És, hopp, 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 és megy a csere. Szembe. Borjú. Szürke marha borjú most. Szürke marha. Csobban a hagyma koktélba. Az emberi elme mindenre képes kiegészíteni a hiányos dolgokat, úgyhogy a hozzá tudja adni azt az érzést meg illatot, amit most kavarok körülöttünk.